Köszöntöm nézőinket! Önök Telena magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Parkoló, csapadékvíz és közvilágítás, testületi ülés Tolnán. Médiakutató és kommunikációs szakember, ismerjük meg dr. Guld Ádámot. Rajz és festménykiállítás Tolnán, természet és emberábrázolás. Mintegy 30 napi rendi pontot is tárgyalt a tolnai képviselőtestület. A legfontosabb intézkedések a közvilágítás, a parkolóhelyeket, valamint a csapadékvíz elvezetést érintik. A képviselőtestület elfogadta a közbiztonsági beszámolókat. Ezt csak azért emelném ki, mert a számokból is az derül ki, hogy nem csak egy biztonsági érzet van a településünkön, hanem a számok is azt mutatják, hogy egy jó, relatíve jó közbiztonság van Tolnán és Mözsön. Szeretnék ezt az állapotot fenntartani. Azt kértük a hatóságtól, illetve a civil szervezettől is, hogy a jövőben a prevenció, a megelőzésre vonatkozóan is tartsunk szakmai fórumokat, próbáljuk meg a lakosságot felkészíteni, tájékoztatni, ezzel is segítve azt, hogy fönnmaradjon ez a jó közbiztonság településünkön. Új parkolóhelyek kialakításáról is határoztak, amely nagy segítséget nyújt majd a gyermekes családoknak. Parkolókról is döntöttünk. Egyrészt a Bartók Béla utcában Pittypangó voda és a bölcsőde előtti parkoló ugyanbár korábban megtervezésre került, bekérte a gazdasági bizottság a kivitelezésre az ajánlatokat. Most megszületett a döntés a megépítésre vonatkozóan, úgyhogy most már az építkezés ideje jön, várhatóan a tavasz végére, a nyár elejére el fog készülni ez a parkoló. Ugye ez több mint 30 parkolóhelyet fog jelenteni Béke és a Kazinci utca közötti szakaszán, a Bartók Béla utcának egy elég komoly fejlesztés lesz ott a két nevelési vagy intézmény környezetében. Új játékok beszerzése is sürgőssé vált, hiszen a régiek a Mözsi Zöldkert óvodában már használhatatlanná lettek. Ezért ennek a gyors cseréjéről kellett dönteni, tehát ez egy mászóvár, csúszdával, tehát egy komplett kültéri játék. Ebbe döntött a képviselőtestület, hogy az óvodának a kérelmét elfogadva, mintegy 5 millió forintot biztosít egy ilyen eszköznek a beszerzésére és telepítésére. Nagyon fontos, hogy szabványos, biztonságos eszköz, megfelelő minősítéssel rendelkező eszköz kerül telepítésre. A kivitelezői visszaigazolás az 2-6-7, úgyhogy még egy ilyen másfél hónapnyi türelmet kérünk a kisovisoktól, de bízunk benne, hogy a tavasszal újra lesz használható játszóvár a Mözsi óvodában. A Táncsics utca csapadékvíz elvezetésének problémája is terítékre került, melynek megoldása igencsak szükségessé vált. Ez egy 55 millió forintos fejlesztés lesz várhatóan. Égetően szükség volt rá, mert ebbe az utcába két irányból is, Bánya közből, Tompa utcából is jön a csapadékvíz, illetve az utcában keletkező, ezért több ponton a lakóingatlanokat veszélyeztette, mind az úttesten, mind az árkon áttörve több esetben okozott ez problémát. Ezért döntött a képviselőtestület, mivel már egyébként engedélyes terv van rá, hogy mielőbb lehetőség szerint ezen a nyáron elkészüljenek ezek a munkálatok. Településképi rendeletekről is határoztak, néhány fontos módosításról döntöttek. Volt több olyan vállalkozói kérelem, ami az iparterületi fejlesztésekre vonatkozott, nem nagy üzemekről beszélünk, de mégis kellett a testület döntése, természetesen támogattuk is, hogy a jövőbeni fejlesztéseknek ne legyen gátja, így például hatos mellett szeretnének egy betonüzemet, kis betonüzemet telepíteni, természetesen segítjük a helyi vállalkozókat azzal, hogy a jogi környezetet megteremtjük hozzá. Végezetül a közvilágítás fejlesztéséről is döntést hoztak. Ez szerint a meglévő vakfoltokat felmérik, megvizsgálják, és olyan sötét helyekre kerülnek új izzók és lámpák, mint az Apraja falva óvoda előtti szakasz, vagy a textilház környéke. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete március 29-én tartotta húsvéti játszóját a Tolnai Kulturális Központban. A fókuszban a kézműveskedés állt, színeztek, gipszet festettek, gyöngyöt vasaltak, fadekorációkat, illetve mindenféle húsvéti díszeket készítettek. A szervezők kicsiknek és nagyoknak egyaránt készültek a korosztályhoz illő feladatokkal. A játszó végét pedig egy kincskeresési játékkal pesdítették fel, szaladtak, futottak, hogy megtalálják a tojás formájú kis kincseket az épület körül, amit a végén igazi értékké tudtak beváltani. Körülbelül 70 gyermek vett részt az eseményen. Dr. Guld Ádám médiakutató és kommunikációs szakember, a Pécsi Egyetem docense. Az elmúlt években 3 könyvet írt és számtalan cikket publikált. Ismerjük meg a tolnai származású fiatalembert ember közelből.
1981-ben születtem Pécsen, de Tolnán nőttem fel. Az én családom tolnai származású nemzedékekre visszamenően. Az én identitásom szempontjából is ez egy fontos tényező, mai napig meghatározó, hogy én egy sváb családban nőttem fel. A családnak mi megvan az az emlékezete a 19. század végéről, amikor az első telepesek a mi családunkból megérkeztek Tolnára. Nekem az is egy nagyon fontos emlék gyerekkoromból, hogy minden szentekkor, amikor a nagymamámmal kimentünk a temetőbe, akkor mindig felkerestük azt a sírkövet, ahol az első tolnai őseink temetkeztek. Az én nagyszüleim otthon még németül beszéltek, különösen akkor, hogyha olyan izgalmas témák kerültek szóba, amit nem szerettek volna, hogy mi is megértsünk, vagy tudjunk róla. Ez egy óriási motiváció volt ahhoz, hogy mi is minél korábban megismerkedjünk ezzel a nyelvvel. Nekem egy nagyon érdekes gyerekkorom volt, ugye én generációkutatással, meg kommunikációval is foglalkozom, a generációkról alapvetően sokat beszélek. Én Y-generációs vagyok, ugye, ahogy ezt előbb említettem, 81-ben születtem. Nekem egy nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt gyerekkorom volt, a 80-as években Tolnán felnőni. Ez egy nagyon biztonságos, kellemes dolog volt. Nagyon szép emlékeim vannak iskolás évekről, általános iskoláról például. Nagyon sokat jártunk annak idején a Dunára, tehát hogy a Tolnai Duna az az én generációm életében, azt gondolom, hogy még egy nagyon meghatározó élmény volt. Akkor még volt, elcsíptük a tolnai fürdő kultúrának így az utolsó éveit. Ezzel kapcsolatban is nagyon kellemes emlékeim vannak, és nagyon meghatározó volt úgy általában az a természeti környezet, ami Tolnát körülveszi. Ugye hozzánk karnyújtásnyira vannak az erdők, a holtágak, a Nagy Duna, úgyhogy ezek olyan tényezők voltak, amik egy nagyon kellemes és nagyon kiegyensúlyozott gyermekkort hoztak. Én Tolnán jártam óvodába is, ez egy német nemzetiségi csoport volt. Későbbiekben az általános iskolában is én német nemzetiségi csoportban tanultam már a nyelvet elsős korom óta. Aztán ez a nyelvek iránti érdeklődés, meg szeretet ez a későbbiekben is megmaradt. A felső tagozatban kezdtem el angolul tanulni. Az egy idő után kicsit jobban érdekelt, meg izgalmasabbnak is tűnt. Abban az időben ugye már az angol nyelvű popkultúra azért Magyarországon is nagyon erősen jelen volt. Itt a 90-es évek közepéről, elejéről beszélünk. És nagyjából ezt határozta meg aztán a középiskola választásomat is. Én Szekszárdon a Garai János gimnáziumban végeztem el a középiskolai tanulmányaimat. Ezek nagyon érdekes évek voltak egyébként. Kifejezetten erős volt ez a gimnázium akkor is, tehát hogy ezekről az évekről nagyon sok olyan emlékem van, hogy nagyon keményen és nagyon sokat tanultunk ahhoz, hogy az ottani elvárásoknak meg tudjunk felelni. De ugyanakkor nagyon hálás is vagyok azért a 4 évért, mert olyan alapot kaptam, amire aztán később stabilan lehetett építkezni. A középiskolai évek elejétől kezdve foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy mit lehetne csinálni majd a jövőben, hogyan lehetne egy olyan sikeres pályaivat felépíteni, ami egy olyan területhez kötődik, ami engem érdekel is. És ez ugye sosem könnyű, viszont engem a 90-es évek közepétől már egyébként az általános iskolában is elkezdett foglalkoztatni a média világa. Az első elképzelésem és tervem az az volt, hogy újságíró szeretnék lenni. Ebben az időben, erre talán többen emlékeznek, ez egy nagyon komoly divat szakmának tűnt. Abban az időben sorra nyíltak Magyarországon a különböző média és kommunikáció tanszékek, azok az iskolák, amelyek újságírás oktatással és média oktatással foglalkoztak. Pécsre gyakorlatilag azért esett a választás, mert Tolnáról, Szekszárdról megugorva Budapest elsőre nagyon nagy falatnak tűnt volna. Pécs az egy belátható távolságban egy éppen befogadható méretű város volt, úgyhogy ezért esett a választásom Pécsre. És a Pécsi Egyetemen kommunikáció, médiatudomány, illetve angol nyelv és irodalom szakokon végeztem. Érdekes volt ez a
szakasza is az oktatási pályámnak, mert tulajdonképpen az egyetemi évek elején kiderült, hogy ez nem az újságíró képzésről szól, és ez nem egy olyan klasszikus médiaiskola az egyetemi képzés keretei között, ami alapvetően azt célozza, hogy média szakemberek vagy szakmunkások kerüljenek ki az oktatási intézmény keretei közül. Ez egy nagyon hangsúlyosan és erősen társadalomtudományi és elméleti jellegű oktatás volt. Amit lehet, hogy még az első egy-két évben talán nehezményeztem is, mert hogy tényleg nem erre számítottam, viszont a harmadik-negyedik évtől kezdve egyre biztosabb voltam abban, hogy a tudományos munka az lehet, hogy még engem jobban is érdekel és jobban leköt, mint egyszerűen a média tartalmak gyártása. És így az egyetemi évek második felétől kezdve apró lépésekben, de elkezdtem felkészülni tulajdonképpen egy tudományos pályára. Ennek minden szükséges kellékével, tehát TDK, ez ugye tudományos diákköri tanácsban való, illetve versenyeken való részvétel, a tudományos közegben való szocializálódást is jelentette, akkor vettem részt az első konferenciákon, először csak hallgatóként, később előadóként. És mire az egyetemnek a végére jutottam, addigra vált talán egyértelművé számomra is, hogy a doktori képzésben fogom folytatni a munkát. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés voltam ekkor, gyakorlatilag a diploma megszerzése után és a doktori képzés elkezdésével egy időben én Szekszárdon elkezdtem tanítani is. Az egyetemünknek ugye Szekszárdon is van egy kihelyezett kara, abban az időben ott is volt egy kommunikáció média tanszék, tehát gyakorlatilag azonnal vissza is tudtam csatornázni azt a tudást ebben a munkában, amit párhuzamosan megszereztem, illetve amit előtte tudtam megszerezni. És innentől kezdve megint csak azt mondom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert gyakorlatilag egy stabil építkező pályaív rajzolódik ki ebből a mai napig is. Nagyon sokrétű a munkám egyébként, amivel manapság foglalkozom. Egyfelől továbbra is egy stabil pont az életemben a Pécsi Tudományegyetem. Jelenleg a kommunikáció és médiatudományi tanszéknek vagyok habilitált egyetemi docens, illetve tanszékvezető helyettese. Emellett nagyon sokat járom az országot, tehát nagyjából az elmúlt 4-5 évben látom azt, hogy azok a témakörök, amikkel én foglalkozom, azok mások számára is érdekesek. Nagyon sokat járok például művelődési házakba, illetve különböző kulturális intézményekbe ezekkel a témákkal, és egy harmadik szakmai tevékenységként pedig a piacon is jelen vagyok. Itt elsősorban kommunikációs tanácsadással, illetve kommunikációs jellegű piackutatásokkal foglalkozom. Éppen egy kommunikációs forradalomnak a közepében vagyunk, valaki azt mondja, hogy ez még mindig csak az eleje, és ez a kommunikációs forradalom, ez pedig nem más, mint a mesterséges intelligencia megjelenése a kommunikációs iparágakban. Elképesztő gyorsaságú és alapvető változásokat fogunk megtapasztalni néhány éven belül is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt, hogy 10 év múlva mi lesz, én azt hiszem, hogy senki nem látja. Vannak elképzeléseink, impresszióink, de a technológia az olyan elképesztő ütemben fejlődik, hogy pontos predikciókat igazából nem tudunk adni. Az egészen biztos, hogy nagyon sok munkafolyamat a tartalomgyártásban fel fog gyorsulni. Nagyon sok helyen látjuk azt, hogy a humán munkaerő az kiváltható, tehát hogy valószínűleg számíthatunk elég komoly leépítésekre is, egyébként nem csak a kommunikációs iparágakban, hanem számos más területen is, főleg azokon a területeken, ahol szellemi munkát végeznek emberek, és amikről egyébként nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ezek azok a területek, amiket majd nem lehet kiváltani, hiszen gondolkodó emberekre mindig lesz szükség. Egyébként ez részben igaz is, de ennyi gondolkodó emberre nem biztos, hogy szükség lesz, hiszen ezeknek a munkafolyamatoknak egy nagyon nagy része mechanikus, ismétlődő, repetitív jellegű. Ezeket már most is a mesterséges intelligencia nagyon jó hatékonysággal tudja felváltani. Nekünk ugyanaz a kőkorszaki agyunk van, és ugyanazokat a viselkedési szabályszerűségeket követjük, mint több tízezer évvel ezelőtt az őseink. Viszont a körülöttünk lévő világ az meg elképesztő gyorsan és nagyon nagy mélységekben változik folyamatosan.
Azt látjuk, hogy a kommunikációs forradalmak, amik egyébként az elmúlt nagyjából 100 évben egymást követik, és egyre gyorsuló ütemben követik, azok megrendítenek olyan alapvető rendszereket, mint például az emberi kapcsolatok. Tehát általánosságban a kortárs médiának az egyik legfontosabb hatásaként szoktunk beszélni az elidegenedésről, az elmagányosodásról, arról a folyamatról, hogy az emberek például a közösségi média hatására inkább eltemetkeznek abban az illúzióban, hogy van 1000-2000 ismerősük online, és közben nem fordítanak figyelmet arra, hogy a valós kapcsolataikat ápolják. Ez nagyon világosan látszik például azokból a kutatásokból, amelyek mondjuk a legfiatalabb generációkkal foglalkoznak, például a Z és az Alpha generációval. Ezek azok a fiatalok, akik 1995, illetve 2010 után születnek, beleszületnek a digitális forradalomba. Hát az ő esetükben egészen szomorú adatokkal is találkozunk. Ezekben a generációkban nem ritkaság, hogy valakinek egyáltalán nincsenek közeli, szoros baráti kapcsolatai, és akiknek még vannak ilyen szorosabb kapcsolatai, azok is egyre alacsonyabb számról beszélnek. Egy-két ember van a környezetükben, akikhez általánosságban szorosabban kötődnek. Ez még néhány generációval ezelőtt is egy egészen döbbenetesen eltérő képet mutatott ehhez képest. Változatos életet élek egyébként, tehát én Pécsen is lakom, az utóbbi két évben Budapesten is lakom. Azokon a helyeken vagyok otthon, itt meg itthon vagyok. Amikor hazamegyek, akkor mindig ide jövök. Tehát, hogy azért igazság szerint a bázisom az változatlanul tolna. Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor azt mondhatnám, hogy ezt a kisvárosi, vidéki énemet, én ezt valószínűleg soha nem fogom tudni levetkőzni. Megtehetném azt, hogy leköltözök Pécsre, vagy felköltözök Budapestre, és nem nézek vissza többet. De tényleg azt gondolom, hogy aki ilyen körülmények között nőtt fel egy ilyen szép természeti környezetben, mint amilyenben én, az nehezen tudja ezt elengedni. Én mindig azt érzem, amikor a nagyvárosban töltöm az időt, hogy nagyjából 3-4-5, maximum 6 nap után abszolút telítődöm azokkal az impulzusokkal és ingerekkel, úgyhogy akkor mindig visszajövök egy kicsit, és hát itt próbálom az egyensúlyt visszabillenteni. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk.
Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is Ötelen a magazint. Klopcsik Tiborné Fejsz és Andrea első kiállítása nyitott meg a Tolnai Művelődési Központban. Alkotásaiban főleg emberi alakokat fedezhetünk fel, szereti megragadni az íves vonalakat és a harsány színeket, valamint a fekete-fehér kontrasztokat. Klopcsik Tiborné Fejsz és Andrea irodalomkedvelő, versekből és regényekből merít ihletet alkotásaihoz. Pasztelkrétával mindenképpen lapra, tehát vászonra még nem próbáltam, meg hát a tempera az, ami még nagyon megtetszett, ott leginkább a színek miatt, meg hát az emberábrázolás az, amivel leginkább foglalkozom. Természet iránti rajongása is megjelenik képein. A férjem horgászik, meg gyakran kijárok vele én is. Itt inkább a színek, meg a kontrasztok, hogy milyen színes a környezetünk, a világunk, az ragadott meg leginkább benne. Gimnazista kora óta rajzol, szerencsére édesapja kezdetektől fogva támogatta és ösztönözte őt. Kőszobrász, tehát ő az a szakmája azzal foglalkozott régebben, és azokból merítettem ikletet, könyveket kaptam tőle, a pasztelkréta készletet, amire még mindig nagyon-nagyon vigyázok, hogy nehogy elfogjon. Fejlődése szempontjából fontos kritikákat is kapott tőle. Ő az, aki minden rajzomat megnézi, és nem azt mondja, hogy nagyon szép, hanem látja a hibákat, és meg is mondja azokat, hogy mi az, ami még kellene javítani, és hogyan. A kiállításon figyelemfelkeltő emberi alakokkal, színpompás természeti képekkel találkozhatunk, a művek kellemes légkört teremtenek a teremben a szemlélődőknek. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!